Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Paks 2 néhány napon belül zöld utat kaphat a beruházás gyorsítását célzó kezdeményezés. Halálos lakástűz, egy idős nő halt meg a tornai tűzesetben. Internet az utcán, ingyen wifi működik Bátaszék legfontosabb pontjain. Nagyon várták a télapót a gyerekek, egyes iskolákba lovaskocsin érkezett a Mikulás. A Tornatáj televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Néhány napon belül zöld utat adhat Brüsszel a Paks 2 beruházás gyorsítását célzó finn minta alapján kezdeményezett szerződésmódosításnak. Erről Süli János beszélt a Tolna megyei önkormányzat pénteki ülésén. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, ők is készülnek a beruházás megkezdésére, már Paks 2-vel foglalkozó bizottságot is felállítottak. Napokon belül jóváhagyhatja Brüsszel a magyar kormánynak azt a szerződésmódosító kezdeményezését, ami lehetővé teszi, hogy a legszigorúbb biztonsági előírásokat betartva, még a létesítési engedély kiadás előtt elkezdhessék Paks 2 főépületének földmunkáit a szakemberek. Erről beszélt Süli János a Tolna megyei önkormányzat tagjainak tartott beszámolójában. Erre azért lenne szükség, mert Brüsszelben 15 hónapig vizsgálhatják a magyar fél létesítési engedélykérelmét. A módosítással viszont akár már ez idő alatt is el lehetne kezdeni a reaktorépületnek szükséges gödör kiásását, ami során 8 millió köbméter földet kell megmozgatni és vízzáró résfalat építeni. Minden nukleáris biztonságot érintő jogszabály, az ki kell nekünk küldeni, ez a kiküldés, ez egy 2 hete megtörtént. Arra várunk majd visszajelzést Brüsszeltől, hogy hagyja jóvá. Erre pedig napokon belül sor kerülhet. Finnországban is ilyen módszerrel építenek atomerőművet, és az sem egyedülálló, hogy a Brüsszel és a magyar kormány között kötött szerződést módosítják. Korábban erre már 3 alkalommal is sor került az előkészítő munka során. Például így kezdhették el a szakemberek már építeni a kiszolgáló épületek egy részét. Egyetlen egy biztonsági kérdésben nem kellett semmilyen engedményt, módosítást tennünk, hogy a finn módszer példát követtük. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy Paks 2 soha nem látott fejlődés hozzá Tolna megye számára. Az atomerőmű építéséhez ugyanis az infrastruktúra fejlesztésére is szükség van, így mások mellett utak épülnek és újulnak majd meg, és munkahelyek jönnek létre. Éppen ezért készül gőzerővel a megyei önkormányzat is a beruházás megkezdésére. Ez egy húzó területe lehet Tolna megyének, és mi is megteszünk mindent annak érdekében, hogy az atomerőmű fejlesztését támogassuk. Erre már készítettünk egy különálló bizottságot, amelynek természetesen tagja a miniszter úr is, és együtt fogunk munkálkodni azon, hogy Tolna megye, és ezen belül Paksnak az érdekeit tudjuk képviselni. Paks 2 létesítési engedélyét 2021. szeptemberében adhatja ki legkorábban Brüsszel, vagyis ekkor kezdődhetnek el a tényleges atomerőmű építési munkálatok. Ingyen wifi működik Bátaszék belső területein és több közintézményében. Egy Európai Uniós pályázat eredményeként sikerült kiépíteni a rendszert. A működtető a TAR Kft. TAR János azt mondta, Bátaszék az elsők között van Tolna megyében, ahol ilyen szolgáltatást nyújt a város. Csatlakozás? Mostantól ennyit kell tenni, és bárki használhatja a világháló előnyeit Bátaszék belső területein teljesen díjmentesen. Mindez egy elnyert Európai Uniós pályázat eredménye. A városban 11 olyan pont van, amely továbbítja a jelet. Egy felhő alapú szolgáltatással működik, tehát magának a kamionnak van egy felhő alapú elérése. Mindegyik mögé egy internetes bejövőt kellett kiépítenünk, amelynek a jelenlegi sebessége az 30 megabit per szekundum minden egyes végponton. A technikai paraméterekről a kiépítő cég tulajdonosa Tar János adott tájékoztatást. Azt mondja, Bátaszék a megyében az első között van, ahol ilyen rendszer épült. Közösségi célra épített wifit ne otthoni célokra használjanak föl, ezért egy úgynevezett egyórás korlát van beépítve, ami azt jelenti, hogy egy darab eszköz, ami egy órán keresztül van fönn a rendszeren, azt automatikusan ledobja a rendszer, de egy óra után ezt újra föl lehet jelentkezni, tehát
utána újraindul az egy óra gyakorlatilag. Bozsadik Robert polgármester azt mondta, egy európai városban fontos, hogy legyenek ilyen szolgáltatások, arról nem is szólva, hogy jelentős marketing értékkel bír ez a fejlesztés. A városnapja rendezvényt, a Pünkösdi Rétes Fesztivált, vagy éppenséggel a bornapokat ugye a város központi piac terén szoktuk megrendezni, így ezek a rendezvényeken lehetőség nyílik azonnal az élmények közszíré tételére. Azt gondolom, hogy ez a mai világban már szinte elengedhetetlen. Lakástűzben halt meg egy idős nő Tolnán, a lángok péntek reggel csaptak fel a kétszintes ikerházban, a helyszínre a szekszárdi és a paksi hivatásos, valamint a tolnai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el a lángokat. Tolna megyében egyébként idén 127 lakástűz történt. A tűzesettel kapcsolatban haláleset is történt, az elsődleges információk szerint egy hölgy füstmérgezés következtében vesztette életét. A tűzeset pontos okát kollégáim tűzvizsgálati eljárás során vizsgálják. 5 év letöltendő börtönre ítélt egy többszörösen visszaeső férfit a dombóvári járásbíróság, mert 2 rablást és 3 lopást is elkövetett. A legsúlyosabb eset egy dombóvári hotelben történt, ahova a bűnöző beosonva az egyik szobából egy utazótáskát próbált magával vinni. Csak hogy a lépcsőn lefele szembe jött vele a táska tulajdonosa, aki felismerte a saját tulajdonát és dulakodni kezdett a tolvajjal. Eközben egy egész emeletet mentek lefelé a hotel lépcsőjén, végül az előtérben kötöttek ki. A bűnöző végül megszerezte a táskát, és ki akart menekülni, ám egy alkalmazott távirányítóval bezárta az ajtót, a férfi így az épületben rekedt, amíg a rendőrök megérkeztek. Az ügyeiben most született ítélet. A dombóvári járásbíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki 2 rendbeli rablás büntettében, és több rendbeli lopás büntettében is, ezért a vádlottat, akit egyben erőszakos többszörös visszaesőnek minősített a bíróság, halmazati büntetésül 5 hónap fegyházra ítélte, és a közügyek gyakorlásától 5 évre eltiltotta. Az ítélet jogerőre emelkedett. Adózni kell a Mikulás ajándék után, a NAV szerint. A munkáltató által a dolgozók gyermekeinek vagy egy önkormányzat által szervezett Mikulás ünnepségen átadott ajándékcsomagok csekély értékű ajándéknak, juttatásnak minősülnek, amik egyes meghatározott juttatásjog címén válnak adókötelessé. Csekély értékű juttatást a munkáltató, kifizető évente egyszer adhat ugyanannak a magánszemélynek a minimálbér 10%-áig. Ez 2019-ben 14.900 forint. A juttatásról nyilvántartást kell vezetni, emelte ki az adóhatóság közleményében. Megérkezett a téllapó Tolna megyébe, több településre lovaskocsin jött a Mikulás, akinek a zsákja mindenütt ajándékcsomagokat rejtett. A gyerekek versekkel, dalokkal, ünnepi műsorral köszönték meg a finomságokat. Lovaskocsin érkezett a Mikulás hatalmas ajándékokkal teli zsákjával a zombai gyerekekhez, akik versekkel, dalokkal köszönték meg az édességeket. A gyerekek meglepődtek a télapó közlekedési eszközén. Nem tudtam, hogy ezen fog jönni, igen, nem tudtam. A lovassportról elhíresült településen évek óta így érkezik meg a piros ruhás, fehér szakálú jótevő. Nagyon jó telitalálat, a Hírnyi Gyuri, a lovasklub elnöke, ő kezdeményezte, most már talán 5 vagy 6 évvel ezelőtt, én vezetőségi tag vagyok, hogy összeültünk előtte a gyerekek létszámát, leegyeztettük kinek, mikova, mennyi csomag legyen, melyik családhoz, és így ők szervezték meg ugye a télapó közbejárásával. A télapó a legkisebbeket is meglátogatta a zombai művelődési házban, ahol ünnepséget tartottak a 3 éven aluli gyerekeknek. A szekszádi Garai János általános iskolába is lovaskocsin érkezett a Mikulás. Itt osztályonként kaptak ajándékot a gyerekek, akik már jó előre készültek a nagyszakálú érkezésére otthon és az iskolában is. Vagy az, hogy lefürdünk, vagy az, hogy reggel alszunk és felkelünk, és már ott vannak az ajándékok. Ragasztópisztoly, ezt videózzák, hogy ragasztópisztoly, aszfaltrétát. Az osztályok itt csupa kreatív ajándékot kaptak, mivel a Garai Általános Iskola művészeti intézmény. Az ajándékok megvételében a Mikulás mellett az iskola és a tankerület is segített. Hogy a gyerekek egész évben olyan kitartóan dolgoztak, és olyan szép sikereket értek el, ez a mecénás díjakon is látszott meg az évközben elért sikereken, hogy itt az idő, és valami különleges meglepetéssel szolgáljunk. Bocsánat, Juszika, nem téged akarnalak, bocsánat!
Ribizli Bohóc műsorával vette kezdetét a Mikulás ünnepség kétjén az óvodában. A kicsik hatalmasakat nevettek a feledékeny, a zöldségek nevét keverő, humoros dalokat előadó Bohócon. Ezt követően a télapó is bekopogott az ablakon, és természetesen ide sem érkezett üres kézzel. Ő is megy iskolába, képzelni. Nagy-nagy izgalommal várták, festettünk, barkácsoltunk, énekeltünk, és minden nap visszafelé számoltuk a napokat, hogy hány napot kell még aludni, hogy ide érjen a télapó. Kétjén a hagyomány szerint nem csak a gyerekeknek tartanak Mikulás ünnepséget, hanem a helyi szépkorúaknak is. Ilyenkor a falu polgármestere ebédre hívja a településen élő nyugdíjasokat. Idén közel 70-en fogadták ezt el, és természetesen meglepetés is volt. Minden évben meg szoktuk köszönteni a településünk két legidősebb tagját, Piusz bács, Márinint és Piusz bácsit, és azt a beszédem után a jegyzőasszonnyal tesszük majd meg. Kétjén az ünnepi műsor részeként először a falu két legidősebb lakóját köszöntötték fel, majd a kétyi nyugdíjasok tánc bemutatója és székelymesék következtek. Ezt követően ebédre került sor, majd zenés-táncos program zárta a szépkorúak adventi műsorát. Mikulás csomagot kaptak a rászoruló gyerekek a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ karácsonyi ünnepségén. Az intézmény karácsonyi rendezvénye műsorral egybekötött ünnepség volt, melyen a Siógárdi Fecskebáb csoport óvodás csoportja lépett fel. A Garai János Gimnázium tanulói segítségével, illetve a Rádió Antrit szervezésében összesen 240 ajándékcsomag gyűlt össze, ebből a helyszínen 170-et tudtak átadni. A megmaradt csomagok az óvodai iskolai szociális segítőkön keresztül jutnak majd el hátrányos helyzetű gyermekekhez. 11. alkalommal hirdették meg a karácsonyi cipős doboz jótékonysági akciót Pakson. Szabó Péter polgármester azt mondta, az a céljuk, hogy a város lakossága ismét összefogna és megajándékoznák a rászoruló gyermekeket. Készpénz landol az adománygyűjtő dobozban, aki szeretné, ilyen módon is támogathatja a rászoruló családokat karácsonykor. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT és Paks Város önkormányzata idén is szeretné szebbé tenni az ünnepet közös összefogással. Immár 11. alkalommal kerül sor karácsonyi adománygyűjtésre, nagy örömünkre az MVM Paksi Atomerőmű ZRT dolgozóinak, illetve az Atomerőmű Nyugdíjas Klub Egyesületnek a részvételével, amelyhez Paks város önkormányzata is természetesen nagyon szívesen csatlakozott. Nagyon örülök annak, hogy most már 10 fölött tartunk ennek a cipősdoboz akciónak a számába, és azt is el lehet mondani, hogy nem, hogy a kezdeti nagy lelkesedés után csökkenne az érdeklődés, mert kicsit megszokják az emberek, hanem egyre többen érzik, hogy jónak lenni jó, adni érdemes, és azt mutatják az idei történések, hogy nem csak karácsonykor, hanem amikor olyan helyzet, hanem az embereket kicsit megérinti, akkor megindul az összefogás. 2018. decemberében több mint 350 cipős dobozt juttattak el a rászoruló gyermekekhez, tájékoztatott az eseményen Szabó Péter. A polgármester hangsúlyozta, azt szeretnék, hogyha ugyanolyan lelkesedéssel fogna össze a lakosság, ahogyan tavaly is tette. Az adakozóknak csak annyit kell tenniük, hogy szépen feldíszített cipős dobozba csomagolják az ajándékokat. Melegruhát, tisztálkodási szereket, írószereket, játékokat, édességeket és tartós élelmiszereket természetesen. És erre megvan a lehetőség 2019. december 3-ától 12-éig. Az elkészült ajándékcsomagokat több kijelölt gyűjtőhelyre lehet eljutatni. Leadhatók a Városházán, a Turistinfo irodában, a Csengei központban, valamint az atomerőmű területén, az F2-es portán és a látogató központban is. Arra is van lehetőség, mint az itt látható tőlem jobbra az asztalon, hogy pénzbeli adományt is elfogadunk, és ezzel nyilván a rászorulókat segítjük. Az adományokat a Paksi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Segítők Háza, a Paksi Kistérségi Szociális Központ fogyatékosok nappali ellátását biztosító szervezete és a Katolikus Karitász fogja eljutatni a családokhoz és gyermekekhez. További részletes információt találnak a Telepaks közösségi oldalán és honlapján.
Megverte az atomerőmű SE a PVSK Veolia NB1-es kosárlabda csapatát a bajnokság 12. fordulójában, így a pécsiek sorozatban harmadszorra maradtak alul a kiemelkedő szezonkezdést követően. Nagyon rosszul kezdett a PVSK Paks ellen a férfi kosárlabda bajnokság csütörtök esti mérkőzésén. A vendégek 30 pontot dobtak az első negyedben a Lauberdezső sportcsarnokban. 43-62-vel mentek nagy szünetre a csapatok. A harmadik játék részben közelebb tudott jönni a Vasút, de az utolsó negyedben újra a paksiak akarata érvényesült. Végül 78-103 arányban nyerték a találkozót a tolnaiak. Nagyon fontos volt a kezdés, ahol volt tényleg kintról nagyon jó dobó százalékkal céloztunk, utána pedig csak tartottunk azt, helyenként védekeztünk is néha-néha, és azt gondolom, hogy a fiúkat meg kell dicsérnem. Hazai oldalon Pongó Máté értékelt. Nem szabad így kezdeni egy mérkőzés szerintem. Nyilván van egy sérült játékosunk, ugye többeknek más poszton is kell játszani. Azt gondolom, hogy mindenkinek sokkal jobban kettőzött erővel kéne most ebben a pillanatban majd dolgozni, akár edzésen, meg meccseken is, mert tényleg egy kicsit most gödörbe kerültünk. Ehhez csak ennyit tett hozzá Csirke Ferenc vezetőedző. Máté elmondott mindent, gratulálunk a Paksnak, más nagyon nem tudunk tenni. A PVSK következők bajnokiát is hazai pályán játsza. A Sopron csapatát fogadják december 13-án este 6 órától. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Mi változik és hogyan a magyar szakképzésben az új törvény elfogadásával? Erre a kérdésre keresték a választ az előadók és a területen dolgozó cégek, szakemberek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. A törvényalkotók célja, hogy a piaci igények erősebben megjelenjenek a képzési oldalon, így szolgálva a magyar gazdaság munkaerőigényét. Tanuló szerződésből munkaszerződés, a szakképzési rendszer 4.0. Ezzel a címmel hallhatták ezt az előadást a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában csütörtökön. Új szakképzési törvény lépett életbe. Ez alapján kell szervezni mostantól a szakmatanulás feltételeit. Teljesen átalakul a rendszer, tehát mondhatni azt, hogy a nulláról építették fel a szakképzési törvényt is, ami azt jelenti, hogy szinte minden eleme új. Ez számos lehetőséget nyit egyébként mind a szülők, mind a vállalatok számára, hiszen pályaorientáció szempontjából egy olyan fajta lehetőséget kapnak a szülők, hogy nem kell azonnal szakmára beiratni a fiatalokat. Hanem széles alapismereteket kapnak a különböző szakágakból, így könnyítve meg a későbbi szakmaválasztást. A helyi iparkamara minden évben megrendezi azt a szakképzési fórumot, ahol a képzőhelyekkel, a területen dolgozókkal egyeztetve beszélik át a szakképzés helyzetét, a szabályozás körülményeit. Két apropója van ennek a konferenciájának, nem csak, hogy az új szakképzésre szóló törvény megjelent, hanem jövőre ugye január 12-ig be kell vallaniuk az egész éves szakképzési hozzájárulást a vállalkozásoknak, és ugye akiknek van tanulója, és foglalkozik akár tanulószerződéssel, akár együttműködési megállapodással, vagy foglalkozott az évben gyakorlati képzéssel, nekik ugye át kell gondolni, hogy mi az, amit tudnak érvényesíteni, mi az, amit nem érvényesítettek még. A szakmatanulás és a felsőoktatásba való bejutás nem két külön lehetőség, például az új szakképzési törvény szerint. Jövőre, aki technikusi végzettséget szerez az érettségi után, azt úgy veszik a szakirányú felvételin, mint az emelt szintű érettségit, mondták példaként a konferencián. Mintegy 300 millió forintból 60 köbméter tölgyfa felhasználásával újult meg a pécsi Barbakán híd. A műemléki védelem alatt álló építmény mostantól ismét megnyitja kapuit a turisták előtt. A gyaloghíd és a bástya járófelületei tartós acélszerkezetet kaptak. 2020-ban tovább folytatódnak a felújítások, melyek a városvezetés turizmusfejlesztési tervei között szerepelnek.
Ez a felirat fogadta néhány hónapja azokat, akik a Barbakán híd előtt sétáltak el Pécsen. Még az előző városvezetés indította el a Barbakán és környékének felújítási munkálatait. A napokban befejeződött a beruházás. Magát a járóhidat, annak a konstrukcióját kompletten kicseréltette. A régi fa tartószerkezet helyére acélszerkezet került, illetve maga a hídszerkezet komplett tölgyfaborítást kapott. És emellett láthatják, hogy a járófelületek is megújultak, felújításra kerültek, tehát a korlát és a járófelület gyakorlatilag új, strapabíró, szép. A munkálatok során 60 köbméter tölgyfát használtak fel a szakemberek. Maga a felújítás mintegy 30 millió forintba került. Pécs polgármestere szerint ezzel beruházással a Barbakán ismét méltó állapotba került, mely ismét megnyitja kapuit a pécsiek és a turisták előtt. Péterfi Attila hozzátette, a következő évben is folytatják a város épített örökségeinek felújítását. A 2020-as munka keretében először a Citrom utcai várfal fa szerkezetét fogjuk gyakorlatilag felújítani, pontosan hasonló célból, hogy biztonsággal járható legyen, újra nyitni tudjunk a lakosság felé, a turizmus felé. És ezzel párhuzamosan szeretnék 2020-ban az északi várfal rekonstrukcióját is megkezdeni. Ezeket a munkálatokat lehetőség szerint még 2020-ban be is fejeznék. A városvezető kiemelte, ezek csak apró részei annak a turizmus fejlesztési tervnek, amit az elkövetkező 5 évre beütemezett a képviselőtestület. És végül nézzük, miről szólt a híradó. Paks 2 néhány napon belül zöld utat kaphat a beruházás gyorsítását célzó kezdeményezés. Halálos lakástűz, egy idős nő halt meg a tornai tűz esetben. Internet az utcán, ingyen wifi működik Bátaszék legfontosabb pontjain. Nagyon várták a télapót a gyerekek, egyes iskolákba lovaskocsin érkezett a Mikulás. Tolna megyében szombaton folytatódik az enyhülés, marad azonban a szürke, jellemzően erősen felhős, borongós ég, illetve a párásság. Jelentős csapadék nem várható, de itt-ott átmeneti szitálás előfordulhat. Gyenge fagy csak kevés helyen valószínű. Vasárnap már nagyobb esély van napsütésre, a hőmérséklet helyenként már 10 fok fölé is emelkedhet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, viszontlátásra!